A hallgatói önkormányzat érdekvédelmi szervezetként működik az egyetemen. Ez annyit jelent, hogy ha a hallgatóknak bármilyen problémájuk van egyetemi ügyekben, netán sérülnek az érdekeik, a szakképviselőjükhöz fordulva könnyen megoldást találhatnak problémáikra. A szakképviselő tulajdonképpen egyfajta kapocs a hallgatók és az oktatók között. Idén március 3-a és 14-e között lehet szavazni a szakképviselőkre. A szavazás menete nagyon egyszerű. Akár elektronikus úton, a hallgatói önkormányzat honlapján, akár a kijelölt szavazóhelyeken hagyományos szavazócetlis módon leadhatók a szavazatok. A kijelölt szavazóhelyek az A, B, C, I, N épületekben, a várban, illetve a központi kollégiumban és a Hotel Magiszterben találhatók meg. Gombás Kornélt arról kérdeztem, milyen feladatokat kell ellátnia egy szakképviselőnek. Ugye elsősorban az érdekvédelem és a hallgatóknak a segítése, különféle tanulmányügyekben tájékoztatást adni, információkat közölni velük, ugye a levlistákat is karban kell tartani, kezelni kell. Elsődleges szerepük ez, illetve ezen felül még, hogy a újdonságokat vigyenek be a szak életébe, hogy a szakot egy kicsit összetartsák, élen járjanak a hallgatók között. A hallgatói önkormányzat arra kéri a hallgatókat, szavazzon mindenki, hiszen az új nemzeti felsőoktatási törvény miatt minden szavazat számít.